Azért mentem kitüntetni, mert aggódok a saját jövőmért, a diáktársaim jövőért, az öcsémért, aki még csak most kezdett, a következő generációért. Engem is érdekel a pálya, és ennyivel tartozok a családomnak, mert a családomban is rengeteg tanár van. Amikor tejszíjabot dobtam, akkor a kordorra ment, illetve a mögé egy kicsit, de ezen belül pontosan nem láttam, hogy hova. Valószínűleg volt olyan rendőr, akit eltaláltam vele, de nem biztos, hogy annyira fájt neki. Amikor megkaptam a levelet, akkor egy majdnem két hetes ilyen vizitúra és sátorozásra jöttem haza, és a postaládában az értesítőt találtam, és azon rajta volt, hogy a feladó az ügyészség. Másnap átvettem a levelet, és anyai kérésére csak akkor nyitottam ki, amikor ők is ott voltak, és akkor láttam, hogy beidéztek a rendőrségre, és azt is véletlenül kiküldték, hogy mivel gyanúsítanak, és hogy mikor azonosítottak be. És amikor ez kiderült, még aznap felkerestük a TASZ-t. Már az első kihallgatáson a TASZ képviselt, és egy TASZ-os ügyvéd volt velem. Amikor csak az értesítőt láttam otthon, akkor nagyon-nagyon megijedtem, és szerintem sírtam is, és nagyon, tényleg nagyon ijesztő volt, és nem tudtam, hogy mi áll a levélben. És amikor másnap átvettem, akkor beigazolódott attól, mitől tartottam, de amikor a barátaimmal beszéltem, meg a taszosokkal is beszéltünk, akkor azért nagyon megnyugtató volt. Nekem nagyon-nagyon jó érzés az a tudat, hogy Magyarországon van egy olyan jogvédő szervezet, mint a TASZ, akik kiállnak az ember mellett, képviselik az igazát, és 100%-ban segítik, és tájékoztatják, hogy miért, hogyan történik. Nekem nagyon megnyugtató volt, és akkor jöttem rá, hogy én tényleg ezzel szembe tudok nézni a lehető legbátrabban, amikor a TASZ elvállalta az ügyemet, és nekem ez nagyon-nagyon megnyugtató volt, és biztonságot adott, hogy egy nagyon szakértői csapat segít majd nekem.